A Modern Gyárok Éjszakája program keretében három turnusban mintegy 120 látogató érkezett péntek délután a Videoton EAS Kft. Elektronikai gyár egységébe. A cégcsoport 85 éves gyártási múltját bemutató prezentáció után a résztvevők megtekinthették az üzemben zajló gyártási folyamatokat. A gyártócsarnokban rúterek, okos otthon termékek, valamint különböző épület automatizálási termékek készülnek. A Modern Gyárok Éjszakája rendezvény sorozat elsődleges célja, hogy az érdeklődők számára kézzelfogható közelségbe hozzák azokat a hazai gyárakat és üzemeket, amelyek képesek az innováció, a kutatásfejlesztés, a szervezetfejlesztés és a menedzsment területén világszínvonalú eredményeket elérni. Van egy kézi és van egy gépi gyártó részlegünk, ezeket mind meglátogathatják, ahol az üzemvezetők tájékoztatják őket arról, hogy hogyan zajlik itt a gyártás, illetve van egy nagyon modern raktárhelyiségünk, ahol szintén azt is meg tudják nézni, illetve az irodákba is betekinthetnek. Úgy zajlik, hogy megtörténnek a teszteléseken végig jöttek a termékek. A látogatók közül volt, aki munkája kapcsán hasonlóan ipari területről érkezett, ezért valamelyest otthonosabban mozgott a gyártósorok között. Érdekes számomra, hogy láthatom ezt az automatizált technológiát, hogy minden automatikusan tud működni minimális emberi felügyelettel. Érdekesek ezek a dolgok, ahogy a nyáklemezek készülnek, ez a sok beültetett apró miniatűr alkatrész, igazán meglepő dolog, hogy tényleg ilyenekre is képesek vagyunk a modern technológia segítségével. A rendezvény nem titkolt célja továbbá, hogy a fiatalok és a pályamódosítást fontolgatók is kedvet kapjanak a 21. századi körülményeket látva az ipari munkavállaláshoz. Ezért a vállalatcsoport humán erőforrás menedzsmenttel foglalkozó tagvállalata a Panonjob Kft. Jóvoltából. Az érdeklődők a cégcsoport nyitott pozícióiról is tájékozódhattak. A Videoton vállalatcsoport egy nagyon nagy cég, ezért nagyon sokféle a tevékenységünk. Megtehetjük azt, hogy mi az emberhez keressük a pozíciót, nem feltétlenül a pozíciót az embert. Úgyhogy arra biztatok bárkit, akinek felkeltette az érdeklődését a Videoton vállalatcsoport, hogy egész nyugodtan keresse meg a hárosztályunkat, és érdeklődjön a lehetőségek felől. Az üzemlátogatásról senki sem távozott üres kézzel, a legszerencsésebbek a szerencsekerék segítségével ajándékcsomagokat nyerhettek, illetve minden látogató kapott egy kisebb videótonos ajándékcsomagot.